Vásárosnamény egy vendégszerető kisváros Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr folyók találkozásánál. Szerencsés földrajzi fekvésének köszönhetően innen három ország is karnyújtásnyira elérhető, Ukrajna, Románia és Szlovákia. A történelem úgy alakította, hogy Trianon után Vásárosnamény lett a beregi kistérség turisztikai, kulturális, gazdasági központja. Ezt fejezi ki a város jelenlegi logója, szlogenje is. Vásárosnamény, a Bereg szíve. Ma már bárhonnan könnyen és gyorsan elérhető, hiszen határig tart az M3-os autópálya. A turizmust nem most találjuk ki. A turistákkal évtizedek óta együtt él a vendégszerető lakosság, köszönhetően elsősorban a Tiszának. Vásárosnaményban minden megtalálható, amit a víz nyújtani tud a turistáknak. Homokfövenyes tiszai szabadstrand, az egyedi rendezvényhelyszínt biztosító Krasznapart, halászás, horgászás a holtágakon, felfrissülés a tiszai homokfövenyes szabadstrandon, rekreáció a szilvafürdő gyógyvizében, vízitúrák, vízparti sportok és szórakozás. De még a több száz kilométernyi kerékpár utakat is a vizeinek köszönheti ez a térség, hiszen az árvízvédelmi és árapasztó töltések behálozzák a felső Tisza vidéket. A biztonságos, forgalomtól elzárt, kerékpározható töltéskoronákon tett túrák mintegy gyöngy sorra fűzik fel a Szatmár-Bereg csodás természeti és kulturális látnivalóit, és Vásárosnaményból mindez csillagtúraszerűen bejárható. Júniusban pedig kivirágzik a Tisza, és egy csodás természeti jelenségnek lehetnek tanulni az ide látogatók. Vásárosnamény, a nagymúltú történelmi gyökereit ápoló, mindig megújulni képes, fiatal, feltörekvő kisváros. Közel másfél ezer általános és középiskolás fiatal tanul a városban, akik meghatározó szerepet játszanak a város életében. A város távlati fejlesztései is azt a célt szolgálják, hogy közülük minél többen térjenek vissza szülőhelyükre, és találják meg itthon a boldogságukat, boldogulásukat. Ezért a városvezetés az elmúlt években a legtöbb fejlesztésében ötvözte az energiahatékonyság és környezetvédelem lehetőségeit és megoldásait. Kiemelkedőek vagyunk a megújuló energia kiépítésének területén. Ennek köszönhetően mára középületeink 90%-a energiahatékonynak mondható. Az elmúlt évek sokrétű, környezetkímélő városfejlesztési stratégiájának eredményeként kerékpárutakat építettünk, iparterületet fejlesztettünk, támogatások által zöldítettük városunkat, amelyeknek felsőbbrendű célkitűzése a karboncsökkentés volt, és ezt a munkát egyre hangsúlyosabban kívánjuk a jövőben is folytatni. Látogasson el hozzánk, ha szereti a csendes kisvárosi nyugalmat, a természetet, a vizeket, ha szereti biztonságban érezni magát, örül, ha kedvesen bánnak önnel, mi ezt kínáljuk az ideérkezőknek. Találkozzunk Vásárosnaményban, a Bereg szívében! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.